A nemzet egyesítését, a sebek begyógyítását ígérte a megválasztott amerikai elnök győzelmi beszédében helyi idő szerint szombaton este. Joe Biden arra kérte azokat, akik nem rászavaztak, hogy adjanak neki esélyt. Donald Trump közben golfozott. Az elnök kampánystábja szerint még korán sincs vége a választásoknak, ugyanis több helyen a bíróságon támadták meg az eredményt. Így búcsúztak a Trump korszaktól a New Yorkiak, akik szombaton éjszakában nyúlóan ünnepelték, hogy Joe Biden megnyerte az elnök választást. A demokrata elnök jelölt támogatói még a szökőkutakban is megmártóztak. A Times Square-en ezrek figyelték Biden győzelmi beszédét. A megválasztott elnök 77 évét meghazudtoló frissességgel szaladt a színpadra a Delaware állambeli Wilmingtonban. Mint mondta, egyértelmű győzelmet aratott. We've won with the most votes ever cast on presidential ticket. A nemzet történetében még egyetlen elnök sem kapott ennyi szavazatot, 74 milliót, hangsúlyozta Biden, aki az ünneplő tömeg előtt arra tett ígéretet, hogy egyesíti az országot, első feladata pedig elnökként a járvány elleni küzdelem lesz. And I'm humbled by the trust and confidence you placed in me. Alázattal tölt el az önök által belém helyezett bizalom. Megígérem, hogy olyan elnök leszek, aki nem megosztani, hanem egyesíteni akar, aki nem republikánus és demokrata államokat lát, hanem csak az Egyesült Államokat, mondta Biden. Beszédet tartott a demokrata alelnök jelölt is, aki nem csak az első nő lesz ebben a pozícióban, hanem az első színesbőrű, illetve ázsiai származású is. But while I may be the first woman in this office, lehet, hogy én vagyok az első nő ebben a hivatalban, de nem az utolsó. Minden kislány láthatja ma este, hogy ez az ország a lehetőségek hazája, jelentette ki Kamala Harris. Donald Trump ez alatt golfozott, még egy mennyasszonnyal is pózolt virginiai golfpályáján. A republikánus elnök kampánystábja szerint a választásoknak még távolról sincs vége. A bíróságokon támadták ugyanis meg több államban is az eredményt, mert szerintük többfelé rendellenességek történtek. Az elnök csalódott hívei is utcára vonultak, tiltakozásul az eredmény ellen. Bár a szavazatszámlálás több államban még nem fejeződött be, szombaton Biden megnyerte Pennsylvániában a voksolást, így a számítások szerint összegyűjtötte a győzelemhez szükséges legalább 270 elektori szavazatot. Joe Biden csaknem 50 éves politikai pályafutást tudhat maga mögött, immár harmadjára indult az elnöki posztért. Ha a bíróságok a javára döntenek, akkor januári beiktatása után az Egyesült Államok 46. elnöke és minden idők legidősebb beiktatott amerikai államfője lesz.